Üdvözöllek benneteket! Folytatjuk videósorozatunkat, melyben a számkifejezésekről tanulunk a racionális számok halmazában. Aktuális leckénkben olyan számkifejezéseket oldunk meg, rendezünk, melyben különböző típusú számok szerepelnek. Legyen az valódi tört, vegyes tört, tizedes tört. Nézzük első ilyen típusú feladatunkat. feladat így szól. 5,52 század, osztva mínusz 3 ötöddel, plusz 1,18-ad szorozva 08 tal Mindez zárójelben, osztva mínusz 25 tel A mi feladatunk, hogy a számkifejezés értékét kiszámoljuk törtként, illetve tizedes törtként. Számoljunk először törtek segítségével. Ami azt jelenti, hogy a tizedes törteket alakítsuk át először is törté, illetve vegyes törté. Kezdjük akkor az 5,52 századdal. Már az egész rész leolvasva láthatjuk, hogy vegyes részként hogyan néz ki. 5 egész és 52 század, mivel két tizedes helyet tartalmaz, innen tudjuk, hogy a nevező száz. Ha most a vegyes törtnek a tört részét egyszerűsítem négyel, hiszen az 52 is, és a száz is osztható négyel, így kapjuk az 5,1325-öt a másik ilyen tizedes tört, a 0,8 tized. Ezt nagyon könnyű lesz átalakítani, hiszen 8 tized, tehát 8 per 10. Itt is tudunk még egyszerűsíteni kettővel, számlálót és nevezőt is elosztom kettővel, így kapjuk a 4 ötödöt. És van még egy tizedes törtünk, a mínusz 2,5 tized. A 2,5 tized, ahogyan kimondtuk, 2 és 5 tized itt is tudunk egyszerűsíteni a tölt részben 5-tel, számlálót is nevezőt is hálóztom 5 így kapom a 2,12-et. A most átalakított számokat helyettesítsük vissza a feladatunkba. Induljunk akkor az elejéről, nézzük először is a nagy zárójelet. A zárójel valójában két részből áll. Ezt a középen található plusz ossza az első részben egy osztásunk van, a második részben pedig egy szorzás az osztásnak, ha megnézem az előjeleket, egyik pozitív, másik negatív, így akkor tudom, hogy az előjel mínusz lesz. Vegyes töltként nem tudok osztani, illetve szorozni sem, tehát az előtt átalakított 5,1325-öt még átalakítom áttörté. 5 x 25 a 125, plusz 13 a 138, tehát ez lesz a 138,25-öt. És rögtön átalakítom az osztást szorzással vagyis osztás helyett írom a szorzást, és a 3 5 veszem most a reciprok értékét, számláló is nevező, hogyha helyet cserél, ez lesz az 5 harmad. A szorzatnak az előjele egyértelmű, hogy pozitív lesz, tehát a folytatáson írom, hogy plusz. Az 1,18 adott úgy szintén átalakítom A törté, 1 8 az 8, plusz 1 az 9, tehát ez lesz a 9 8 és a 0,8-nek az előtt kapott tört részt 4 ötödöt írom. És mindez osztva, nézzük akkor most a 2,5-et, ahogyan az előtt átalakítottuk, 2, és természetesen mínusz előjellel. Térjünk vissza újból a feladat elejére. A nagy zárójelünk, láthatjuk, hogy két részből áll, mindkettőben egy-egy szorzás található. Próbáljunk meg egyszerűsíteni. A kérdés, hogy a 138-at el tudjuk osztani hárommal. Emlékezzünk vissza, egy szám akkor osztható mal a számegyenek összege is osztható hárommal. Jósa le is ellenőrizzük. 1 plusz 3 az 4, plusz 8 az 12, az igen osztható mal így akkor egyszerűsíthetem a 138-at és a 3-at 3-mal. A 138-ban a 3, mindjárt föl is bontom 120-ra és 18-ra, 120-ban megvan 40-szer, 18-ban 6-szor, tehát az 46-szor. A 3-ban a három természetesen egyszer van meg. A másik ágon könnyebb az egyszerűsítés, 25 és 5, mindkét számot elosztom 5-tel, 25-ben 5-ször, 5-ben pedig egyszer. Rögtön megnézem, hogy mit tudok egyszerűsíteni a másik szorzatnál. Az egyik ágon a 9-et és az 5-öt sajnos nem tudom, viszont a 8-et és a 4-et mindkét számot elosztom 4-jel, 8-ban kétszer, 4-ben pedig egyszer. Nézzük egyszerűsítés után mi marad. Az első szorzatnál van egy mínusz előjelünk, számlálót számlálóval, ha összeszorzom, az a 46, nevezőt nevezővel, az pedig az 5. Plusz, a másik törtünk pedig, 9 x 1 az 9, az a számláló, és 2 x 5 az 10, az pedig a nevező. Mivel ez egy összeg, ezért tegyük még zárójelbe, hiszen az összegét kell majd, hogy osszuk, amit, hogyha bátrak vagyunk, rögtön átalakítunk szorzattá. A mínusz előjár figyeljünk, tehát kitesszük a mínusz, és nézzük, emlékezzünk rá, hogy vegyes törtet hogyan alakítottunk át rögtön reciprok értékre. A nevezőben lévő kettes az kerül fölőre, és akkor számolunk. 2 x 4, plusz 1 az 5, és ez pedig kerül most alóra. Tehát valójában mínusz 5-2 volt, ennek a reciprok értéke mínusz 2-5. Úgyból vissza az első zárójelbe ahhoz, hogy összevonjuk ezeket a törteket, közös nevezőt kell keresni. Hát itt nem lesz nehéz dolgunk, hiszen 5-nek és 10-nek a közös nevezője a 10, az a legkisebb közös többszöröse, így akkor csak az első törtet kell bővíteni, mégpedig 2-vel, hiszen 10-ben az 5 meg van kétszer. Így akkor az első törtünk, a mínusz 46 ötöd, ha kettővel bővítem, az lesz a mínusz 92 tized. A plusz 9 tizedet csak folytatásban lemásolom és mindezt szorzom a mínusz kettő ötöddel. Az első zárójelben különböző előjelű törteket kell, hogy összevonjak. Abszolút értékben a mínusz 92 tized a nagyobb, így akkor a mínusz lesz a végső előjelünk, és a számlalókat, a kivonom, 92-ből 9-et az 83. A nevezőt csak lemásolom. És mindezt meg kell, hogy szorozzuk mínusz kettő ötöddel. Így elérkeztünk az utolsó veletünkhöz a szorzathoz. Ha már szorzatról van szó, próbálj meg egyszerűsíteni. Az egyik ágon a 83-at és az 5-öt sajnos nem tudjuk, míg a másik ágon viszont a 10-et és a 2-t mindkét számot el tudjuk osztani 2-vel, 10-nél marad 5, a 2-nél pedig 1. És miután elvégeztük az egyszerűsítést, szorozzuk össze ezeket a törteket, nézzük először is az előjelet. Mindkét előjelünk mínusz, így akkor a szorzatunk plusz lesz. Két számlaló szorzata, az a 83, és a két nevezőnek a szorzata, 5 x 5 az 25. Viszont ez nem lesz végeredményünk, hiszen a számlaló nagyobb, mint a nevező, ezért miért átalakítjuk vegyes törté. A 83-ban a 25 meg van 3 tehát 3 három egész. 3 x 25 az 75, 83-ig maradt még 8, a nevezőt csak lemásolom, tehát a végeredményünk 3,825. Tehát az aktuális számkifejezésünk értéke törtként, illetve vegyes törtként 3,825. Nézzük most ugyanezt a kifejezést, viszont tizedes törtként. Ez azt jelenti, hogy a törteket, illetve a vegyes törteket alakítsuk át tizedes törté. Kezdjük először is a 3 ötöddel ahhoz, hogy átalakítsam tizedes törté, bővítenem kell a törtet, úgy, hogy a nevező 10 vagy 100 vagy 1000 legyen, jelen esetben 2-vel, ez lesz a 6 tized, és a tizedes törtként 0,6 tized. A következő számunk az 1,18. ad. Itt már egy kicsit nehezebb a bővítés, hiszen a 8-at nem tudjuk 10-re, se nem 100-ra bővíteni, muszáj lesz 1000-re, 125-tel szorozzuk számlalót és nevezőt is, ez ez tehát az 1 és 125 ezred. És így már könnyen föl tudjuk írni tizedes törtként 1,125 ezred. Minden törtet, illetve vegyes törtet átalakítottam, nézzük akkor most a számkifejezésünket tizedes törtként. Az 5,52-t ebbe a nagy zárójelbe le tudom írni, osztva, és a mínusz 3,5 helyett írhatjuk a mínusz 0,6-et, természetesen most még zárójelben. Majd jön az 1,18-at helyett, az 1,125 ezred, és ezt szorozni kell 08 tal És a feladat végén található tizedes törtet csak lemásolom, tehát osztva mínusz 2,5-del. Az előtt is láthattuk, hogy a nagy zárójelünk két részből áll. Van benne egy osztás, illetve van benne egy szorzás. Összpontosítsunk az osztásra. Figyeljük az előjeleket. Egyikük pozitív, másikuk negatív, így akkor a hányados biztos, hogy mínusz lesz. Tizedes törtel nem tudok osztani, át kell, hogy alakítsam egész számmal. Ezt úgy tehettem, hogy a tizedes veszőt egy helyen mozdítom jobbra, így akkor majd a 0,6-ből 6 lesz. De ha az osztónál elmozdítottam a tizedes veszőt egy helyen jobbra, akkor az osztandónál is ez a teendő. Így akkor, ha most leolvassuk az új, új feladatunkat, 55,2 osztva 6-tal. És ezt akár a feladat mellett el is végzem az osztást. Először is aláhúztam az 55-öt, 55-ben a 6 megvan 9-szer, 9, -szer, 9 -szer 6 az 54, maradt 1. Elérkeztem a tizedes veszőhöz, kiteszem a hányodosnál a tizedes veszőt, lehozom a következő számjegyet a 2-t, 12-ben a 6 pedig megvan kétszer, és nincs maradék. Ez azt jelenti, hogy a hányadosunk mínusz 9,2 A szorzatunk előjele plusz lesz, pluszra le is írhatom, és most úgy szintén a feladat mellett szorozzuk össze az 1,125-öt 0,8 del Szorzok először 8-al. 8, 8 x 5 az 40, írom a nullát, maradt a 4, 8 x 2, 16, plusz 4, az 20, írom a 0-át, maradt a 2, 8 x 1, az 8, plusz 2, az 10, megint írom a 0-át, maradt az 1, és a végén 8 x 1, az 8, plusz 1, az 9. A 0 egésszel úgy szorzunk, hogy a szám elé oda teszünk még egy 0-át, ha szükség lenne rá. Számoljuk meg a tizedes helyek számát. Az egyik tényezőnél 3, a másiknál 1, az összesen 4, tehát a tizedes veszőt, amely most még itt van a szám végén, négy helyjel mozdítom balra. És könnyen le tudom olvasni a végeredményünket 0,9. Tehát a zárójelbe be is írhatjuk a 0,9-et. És ennek a zárójelnek az értékét el kell, hogy osszuk mínusz 2,5-tel. Na akkor számoljuk ki, hogy a zárójelben mit ad majd a mínusz 9,2 és a plusz 0,9-et. Különböző előjelű számok összeadásáról van szó. Abszolút értékben a mínusz 9,2 a nagyobb, tehát az előjel mínusz lesz, és a nagyobb számból kivonom a kisebbet. Le is írom úgy szintén a feladat mellett, 9,2-0,9. Kölcsön kérek, 12-ből 9 az 3, maradt az 1, és akkor 8-0 az 8. Tehát az árujelben lévő érték mínusz 8,3 tized. És ezt kell osztanunk a mínusz 2,5 tizeddel. Ugyancsak azt látjuk, hogy az osztó tizedes tört, hasonlóképpen, mint az előtt, most is egy helyen a tizedes veszőt elmozdítjuk jobbra. Nézzük, hogy mit kaptunk. Ha megnézzük az előjeleket, mindkét szám mínusz, tehát akkor a hányados biztos, hogy plusz lesz, a 8,3-ból lett most 83, a 2,5-ből pedig 25 és a feladat végén már csak annyi dolgunk maradt, hogy elosszuk ezt a két számot. 83-at 25-tel. 83-ban a 25 megvan 3-szor, 3-szor 25 az 75, maradék 8, lehozom a következő számjegyet, ami azt jelenti, hogy kiteszem a tizedes veszőt, következő számjegyünk 0, 80-ban a 25 megvan 3-szor, 3-szor 25 az 75, maradék 5, még egy nullát lehozok, 50 ben a 25, megvan van kétszer, és itt már nincs maradék, ami azt jelenti, hogy a számkifejezésünk értéke tizedes törtként 3,32 század. Emlékezzünk vissza, ugyanennek a számkifejezésnek az előtt, amikor törtként számoltunk, 3,825-öt kaptunk. Nézzük, hogy ez a két végeredmény megegyezik-e. Először is bővítsük a 3,825-öt, úgyhogy nevező 10 vagy 100 vagy 1000 legyen, Bővítem négyjel, ez lesz a 3,32 század. És ezt, ha leírom tizedes törtként, láthatjuk, hogy a két végeredményünk igen, megegyezik. Ezzel feladatunk végéhez is érkeztünk. Köszönöm a figyelmeteket!